Március 21-én volt 30 éve a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának. Történetéről a Munkásmozgalmi Intézet díszes emlékalbumot állított össze. A tanácsköztársasági emlékünnepségek a Munkásmozgalmi Intézet kiállításának megnyitásával kezdődtek. A kommunista párt mutatta mindig a helyes utat népünk felemelkedéséhez, mondotta megnyitójában Szakasics Árpád köztársasági elnök. A királyság leverésével megteremtettük a Szovjetunió után a második tanácsköztársaságot. A termelésnek, népünk felemelkedésének széles útja nyílt meg ekkor a magyar dolgozók számára. A magyar vörös hadsereg sikerei az imperialisták áldás gyűlöletét váltották ki. Elsősorban a külső ellenségen múlott, hogy a tanácsköztársaság elbukott. De céljai, a szocializmus eszméi ma is élnek és diadalmaskodnak a tanácsköztársaság egyik vezetőjének, Rákosi Mátyásnak irányítása alatt. A magyar vörös hadsereg szervezőjének, Landler Jenőnek emlékére elhelyezett emléktáblát Göböl József avatja fel. Landler Jenő emlékét azzal becsüljük meg, hogy erősítjük pártunkat, növeljük népünk erejét és harckészségét. Az 1919-es kommunista mártírok síremlékének megkoszorúzásánál Kádár János belügyminiszter, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkár helyettese mondott emlékbeszédet. A magyar nép örökre a szívébe zárta azokat a fiait, akik életüket áldozták szabadságunkért, a proletárok hatalmáért. A nép iránti hűségük örök példamutatás minden hazafi számára. A tanácsköztársaság 30 éves jubileumának napján a sportcsarnokban gyűltek össze a Magyar Dolgozók Pártjának nagybudapesti pártmunkásai. A nagygyűlésen megjelentek a tanácsköztársaság egykori vezetői élükön Rákosi Mátyással. A tanácsköztársaság földművelésügyi népbiztosa Nyisztor György. Lukács György. Szántó Béla, Münich Ferenc. Az ünnepi megemlékezést a tanácsköztársaság egyik vezetője, Rudas László egyetemi tanár tartotta. Ma ugyanazt a harcot folytatjuk, amelyet 1919-ben kezdtünk meg. Népi demokráciánk lényegében ugyanazt a szerepet tölti be, amit a Magyar Tanácsköztársaság betöltött, a munkásosztály és a vele szövetséges parasztság hatalmának biztosításáért. A tavaszi időjárás még igen szeszélyes, de ez nem akadályozza már a kerékpárosokat. Március 20-án népes csoport állt rajthoz. A Magyar Szabadságharcos Szövetség a tanácsköztársaság emlékére jubileumi emlékversenyt rendezett. A küzdelem felveszi a versenyt a híres francia kerékpár versenyekkel. Az utcák szélén több ezer néző követi a pedálok mozgását. Verseny győztese Kovács Csepel. Az emlékverseny után a lapkihordók állnak az induláshoz. A rikkancsok versenyre kelnek saját híreikkel. Komoly versenyben első lett a Ludas Matyi.